És imádsággal folytassuk alkalmunkat. Valóban megvalljuk, Úr Jézus Krisztus, hogy szent vagy, és igaz vagy, és méltó vagy arra, hogy dicsérjünk téged. Köszönjük hálaadással, hogy te nem alszol és nem szunnyadozol, hanem számon tartod minden lépésünket, hajunk szálát, és köszönjük hálaadással, hogy ennyire figyelsz ránk, és fel se tudjuk igazán fogni, hogy hogyan lehetséges ez, de te vagy a mindenható Isten, te vagy az, aki teremtettél minket, és tudjuk jól, hogy ha te mondtál valamit, az valóság és élet. Szeretnénk a te igédből táplálkozni a mai délután, szeretnénk erőt meríteni, szeretnénk útmutatást venni. Kérlek azért, Úr Jézus, hogy járja át a szívünket, a te igéd, a te üzeneted, beszélgessél velünk, Uram. Amen. Foglaljunk helyet. Érdekes, amiről Peti szolgált, azt gondolom, hogy alapvetően meghatározza az ember hívő életét, mert valóban nézhet az Úrra, és ez a cél. Foroghatunk magunk körül, nézhetünk a körülményeinkre. Vannak, akik szeretik az összeesküvés elméleteket, azok forognak az ördög körül, mert állandóan azt nézik, hogy hol akar az ördög becsapni. És amikor a szemlélet alapvetően nem jó, akkor ott könnyű a céltévesztés. Akkor semmi se lesz jó. Eszembe jutottak azok az élőlények, akik vízben élnek, és lesik az áldozatukat ott a víz alatt, hol egy rovart, hol egy kis állatot, amelyik éppen egy vízi növény tetején gubbaszt, és aztán hopp, egyszer csak elkapják és lenyelik. És nagyon érdekes, hogy a körülmény az nem alkalmas arra, hogy ők tisztán lássák azt az állatot. De mégis a körülmények ellenére az a látás, az nagyon jó. És azt gondolom, hogy a hívő embernek ez is adatott az Úr Jézus által, hogy a körülmények ellenére is megmaradjon az Úr szerinti látásunk. A mai alkalomra evéssel kapcsolatos igéket hoztam, de nem a fizikális evést szeretném úgy a célkeresztbe tenni, mert akkor célt évesztettünk volna, hanem sokkal inkább a lelki táplálkozást. Emlékszem egyszer, ez inkább fizikai dolog, vendégségben voltam egy nagyon kedves családnál, a feleség, az anyuka az egy nagyon kedves doktornő volt, a férj meg egy olyan határozott mérnök ember, és akkor hát kitették a sült csirkecombot szépen, és úgy volt kiszámolva, hogy mindenkinek jutott egy jó nagy csirkecomb. Hát mindenki kivette a magáét, és ott maradt egy csirkecomb. És hát megmondom őszintén, hogy szemeztem vele, mert úgy nagyon finom volt, és még úgy elfért volna minimum a szememnek, de a gyomromnak is. És akkor úgy szemeztem vele. Egyszer csak jön az anyuka, már úgy mindenki úgy nagyjából elfogyasztotta a második fogást, és akkor, hogy hát István, vedd ki ezt a csirkecombot, erre megszólal az apuka, ha van neki magához való esze, ha akarta volna, kiveszi, vidd el nyugodtan a tálcát, és kész. És ezzel a lendülettel az anyuka fogta, és elvitte a tálcát. És láttam a csirkecombot, de nem ettem belőle, mármint legalábbis ebből a másodikból. Hogy miért mondom ezt? Mert ilyen igéket hoztam, egyrészt új szövetségből vannak ilyenek, hogy adjatok neki ti enni, mondja az Úr Jézus, aztán mond ilyet is, hogy az az ige szakasz, hogy csak két halunk és öt árpa kenyerünk van, aztán ír az ige olyanról, hogy ettek és jól laktak,
És az utolsó íge, ami egy nagyon nehéz ige szakasz, és ezért is mondtam el ezt a kis történetet, ami az Ószövetségben Elizeusnál van megírva. Te a szemeiddel meg fogod látni, de nem eszel belőle. Igaz, mennyire más, mint az előzőek, hogy ettek és jól laktak, vagy az, hogy a te szemeiddel meg fogod látni, de nem eszel belőle. Na hát nézzük, hogy is van ez az étkezés, ez a lelki étkezés, hiszen amikor Péternek azt mondja az Úr Jézus, hogy legeltesd az én juhaimat, vagy bárányaimat, akkor a legeltetésben két fontos dolog mindenképp benne van. Az egyik, hogy tápláld őket, a másik, hogy őrizd őket. Ma a táplálásról, a táplálkozásról fogunk beszélni. Arról is, hogy mi hogy táplálkozunk, és arról is, hogy tudunk-e abból adni, amink van, amit kaptunk az Úrtól, vagy esetleg lelkileg mi is csak éppen összekolduljuk azt, amivel túléljük az egyik napot a másik után, de arra már nincs muníciónk, hogy mást is megelégítsünk. Pedig az Úr ezt szeretné, hogy annyira betöltekezzünk ővele, hogy legyen táplálékunk arra is, hogy a másik is jól lakjon mellettünk, hogy tudjon használni minket. Ehhez viszont az kell, hogy mi is jól tápláltak legyünk, megtaláljuk ennek a forrását. Egy nagyon érdekes történet sorozat van az Ószövetségben, nem fogom felolvasni, mert nagyon hosszú, Elizeus korszakából, amikor Jórám volt a király, egy olyan király volt, aki előtt már Illés kiirtotta a Bál profétákat, és ő is rajta volt ezen, de azért az a két aranyborjú az megmaradt ott Izraelben, az északi országrészben, és Elizeus volt a kortársa ennek a királynak, és nagyon érdekes, hogy bizonyos emberek, akik ott Elizeus körül vannak, mit élnek át, ezt fogjuk megnézni, és milyen hatással van rájuk az, amit átélnek. Az egyik a király szemszöge lesz, ennek a Jórám királynak a szemszöge. Egy olyan történetet olvasunk, amikor Elizeus küld hozzá követeket, hogy figyelj bizonyos időben egy-egy szorosra, mert a szíriaiak itt és itt fognak betörni. És ez egy jó példa arra, hogy Jórám mozdul és hisz Elizeusnak, és valóban ott akarnak betörni, de nem tudnak, mert rákészült Izrael hadserege ezekre a támadásokra, és fel is bőszül a szíriai király, hogy hát mi van itt, áruló van közöttünk? És akkor valaki felvilágosítja, nem, nincs áruló, csak Elizeus mindig megprofétálja, hogy hol akarsz bejönni. Na erre felbőszül a király, és szépen küld egy sereget, akik körülveszik azt a várost, ahol Elizeus van, és amikor reggel a szolga kimegy és körülnéz, látja, hogy egy sereg veszi körül a várost, és teljesen megretten, erről Peti is említést tett már, hogy a szemléletről, hogy ő a hadsereget látta, aztán Elizeus imádkozik ezért a szolgáért. Ez már egy új szolga, Géházinak a tekintete, az előző szolgának a tekintete a pénzre vetült sajnos, és aztán ezt a kiváltságot, hogy Elizeus szolgája lehet, ezt elveszíti. És egy másik szolgát látunk ott Elizeus mellett, és könyörög érte, hogy nyissa meg Isten a szemét, és meglátja azokat a tüzes szekereket, lovagokat, akik védik Elizeust. Aztán átélnek még egy érdekes dolgot, mielőtt tovább folytatnám a történetet, hogy
Elizeus imádkozik azért az Úrhoz, hogy verje meg vaksággal ezt a sereget, és aztán tényleg úgy történik, hogy tulajdonképp az orránál fogva vezeti őket be Samária közepébe, és aztán jön a király, és azt mondja, levágjuk-e őket? Azt mondja, nyugi, etesd meg őket, és aztán majd küld haza őket. A szemlélet, igaz? Itt van a sereg, na, kaszaboljuk le másholt. Mit éltek át ezek az emberek Elizeus környezetében? Mit élt át a király? Ugyanis azt gondolom, hogy amikor étkezésről van szó és táplálkozásról, akkor azt gondolom, hogy fontos, hogy a hétköznapjainkban felismerjük Isten munkáját. Felismerjük, amikor beleavatkozik az életünkbe, mert ez erőforrássá válik számunkra. Ebből tudunk táplálkozni, nem csak ebből, mert Isten igéjéből is, meg azokból az eseményekből, amit átélünk vele. Fontos, hogy felismerjük ezeket, és engedjük, hogy a szívünket átjárja. Ez a király átélte egyrészt, hogy Elizeus által Isten mindig figyelmezteti, de átélte azt is, hogy egy ember, egy Isten embere egy egész sereget tud irányítani, egy ellenséges sereget, és aztán a hatás érdekes, mert amikor elengedi őket, és megeteti őket, jól lakatja őket, akkor azt olvassuk, hogy és egy jó darabig ilyen portyázó seregek nem jöttek Izrael földjére. A kegyelem, amikor átjár és azzal táplálkozunk, a kegyelem az mindig térdre kényszerít. Az ellenszegülés, a hadakozás, a eltaposni a másikat, az csak egy plusz még haragot fog gerjeszteni a másikban. Amikor Isten kegyelme átjárja a szívünket, akkor az megadásra kényszerít. Victor Hugo-nak a Nyomorultak is erről szól, hogy valahol börtönbe csukathatta volna azt a tolvajt, aki ellopta az ő értékeit, a papnak az értékeit, de ő kegyelemmel fordult hozzá, és mintha megvette volna őt azzal, hogy elengedte az adósságát. És valahol Krisztus is az ő kegyelmével akar minket táplálni, és a szeretetet nem tudjuk máshogy feldolgozni, mint hogy Uram, engedek neked, és megadásra kényszerít. Arra, hogy neki akarjak engedelmeskedni. Óriási dolog, amikor ezt megélhetjük. Az ige is beszél arról, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szívünk. Amikor érdemtelenül, amikor nem is tudjuk, hogy miért, Isten úgy nyúl felénk, hogy csak csodálkozunk, hogy Uram, miért szeretsz engem így. Akkor az leleplez, az nincs már ellenállás az emberben, hanem egyszerűen megadja magát. De, és a de a kínos, de vannak olyan emberek, akik átélnek sok mindent, átélik Isten kegyelmét, de mégse változik semmi bennük. Érdekes mód ez a király sok mindent átélt Elizeussal, mégis amikor a következő történetben körül fogják Samáriát, és óriási nagy éhség lesz úrrá, olyan szinten, hogy már a egyik ember a másikat eszi meg, vagy a gyerekét eszi meg, akkor a király úgy dönt, hogy Elizeust meg kell ölni. Azt az embert, aki addig mindig a javát kereste, és a javára volt, pedig nem szolgált annyira rá. Érdekes, hogy a nyomorúság vagy a nehézség mit vált ki egy emberből, akit körülvett Isten kegyelme. Egy pillanat alatt
ha nem változik meg a szívünk, ha nem jár át a kegyelem, ha nem lesz a miénk, akkor hiába éltünk át bármi nagy dolgot Istennel, egy adott nehéz helyzetben magunkra se ismerünk, olyanokat teszünk. Ha nem hagyjuk, hogy dolgozzon bennünk, ha nem hagyjuk, hogy Isten kapjon teret, akkor olyanokká válhatunk, mint Jórám, hogy rátámadunk Isten embereire, és kárt okozunk nekik. Érdekes mód volt ott egy ember, egy főember, a király főembere, és amikor Elizeus megprófétálja, hogy holnap, hiába van most akkora éjség, hogy már egymást eszik az emberek, holnap filérekért kapjátok a búzát, az árpát, mindent, akkor mond egy olyat úgy köznyelven ez az ember, hiszem, ha látom. Igaz? Az ige így fogalmaz, vagyis ez az ember, hogy ha majd Isten ablakot csinál az égre, akkor majd meglátjuk. De egyébként nem hiszek az egészbe. Pedig ő is átélte azokat a dolgokat, hiszen ott van a király mellett, ami csodákat Elizeus tett. Mégis ez a válasza, hogy hát ha majd Isten ablakot csinál. És erre jön az a nagyon kemény válasz, hogy te a szemeiddel meg fogod látni, de nem eszel belőle. Azt gondolom, hogy ez egy félelmetes ige, ha nekünk Istennek ezt kell mondja, hogy fogod látni, de nem eszel belőle. És sajnos azt gondolom, hogy talán nem tudatosult bennünk, de néha ezt éljük át, hogy Isten cselekszik körülöttünk valakiknek az életébe, látjuk, de mi magunk tulajdonképp nem vagyunk részesei az egésznek. Nem táplálkozunk belőle, mert mi csak szemlélői vagyunk Isten tetteinek. Nem részesei. Kicsit olyan, mint amikor vannak, akik a futballmeccsen fociznak, meg vannak a nézők. Néha a hívők is így cselekszenek, hogy vannak, akik fociznak, és vannak, akik nézik a fejleményeket. És az egy nagyon fájdalmas, amikor az ember ezzel szembesül, hogy én csak nézem, én csak látom, én csak szemlélem Isten tetteit, de nem vagyok részese, nem vagyok benne. Nem tud használni, mert a szívem hideg arra, hogy mozduljon. Te a szemeiddel meg fogod látni, de nem eszel belőle. A táplálkozásnak az is egy része, hogy megérint az, amit Isten cselekszik. Nem marad érintetlen a szívem. És valaki azt mondja, hogy na de mit csináljak, ha most ilyen a szívem? Ilyen közönös. Mit lehet ilyenkor csinálni? Azt gondolom, hogy lehet ezért imádkozni, hogy Uram, járja át a Te igéd a szívemet. Te tüzesíts meg, mert olyan hideg-rideg, hogy magam is elszörnyülködök miatta. Lehet ezért imádkozni, sőt, azt gondolom, hogy mindnyájan voltunk, és valószínű leszünk is ilyen állapotban, amikor kihűl belőlünk valami isteni szikra, akkor kell igazán menni az Úr elé. Akkor kell segítségetként, testvér, gyere, imádkozzunk együtt, mert üres a szívem, mert kihűlt, mert hiányzik nagyon valami. Ennek az embernek nem volt lehetősége, hogy ezt pótolja, mert odaállítja a király az ajtó elé, és aztán meglátja a bőséget, de a tömeg, amikor meglátja, akkor eltapossa ezt az embert, annyira tusakodnak, hogy kiér oda előbb a jó falathoz, a
amit ott hagytak a Szíria beliek. Érdekes, hogy még egy apró történet, van két leprás, vagy négy leprás, akik sutyomba azt mondják, hát ha itt maradunk, itt halunk meg, hát nincs a városba étel. Ha kimegyünk a szíriaiakhoz, ott halunk meg, mert lehet, hogy lekaszabolnak, de hát, ha kapunk valami kaját. És szépen belopakodnak a szíriaiak táborába, aztán kiderül, hogy a szíriaiak sehol nincsenek, akik körülvették a várost, mert egy hadsereg jövetelét hallották, és elmenekültek. És szépen kifosztják ott a sátrakat. Érdekes, hogy azt mondják, nem tehetjük meg, hogy nem szólunk a bentieknek. Nem tehetjük meg, és azt gondolom, hogy fontos, hogyha ez a lelkület minket átjár, hogy nem tehetem meg, hogyha Isten könyörült rajtam, és megtapasztaltam annak a lehetőségét, hogy a lelkem felszabadul a bűn alól. Nem tehetem meg, hogy nem beszélek róla. Nem tehetem meg, hogy csak én jól lakok, a többiek meg hagy maradjanak éhen. Azt gondolom, hogy a hívő élet erről is szól, hogy belülről Isten jól lakat, és feszít az a mennyei jó, amivel Isten megtöltött. Ki kívánkozik, hogy adjak a másiknak is. De ha kihűlt az én szívem, akkor nem érdekel, hogy a másik éhen hal. Akkor nem érdekel, hogy a másik éhezik. Kell, hogy Isten belülről megmozdítson, hogy én is beteljek a mennyei javakkal, és kikívánkozzon belőlem, ne bírjam magamba tartani azt, amit tőle kaptam. Egy furcsa dolog történt most a táborban, meg a tábor előtt, most ami befejeződött, ugyanis érdekes volt, a főszakács az egy körülbelül nyugdíj előtt lévő asszony, egy nagyon talpra esett hívő testvérnő, és úgy kérdés volt benne, hogy kell-e ezt vállalnia még ezt a tábort, vagy most már engedje el, aztán lesz, aki lesz, de ő már nem teszi. De aztán Isten megbiztatta, hogy vállalja be még ezt a hetet. Annak ellenére, hogy már nem annyira fiatal, de azért jó energiája van. És a tábor előtt durván egy héttel kapott egy trombózist. És aztán mi lesz a szolgálattal? Mi lesz azzal, amit vállaltam? És nagyon érdekes, csak a reakciók. Ahogy Elizeus környékénben, ahogy tette a csodákat, nagyon különböző volt az embereknek a hozzáállása. Voltak, akiket átjárt Isten kegyelme, voltak, akik szemlélődők voltak, akik ellenségesek voltak. Hát valahogy így le lehetett ezt is reagálni. Az egyik elkezdett buzgón imádkozni érte. A másik úgy megfordult a fejébe, hát milyen buzdítás, milyen vezetés volt az, hogy bevállalta ezt a hetet, aztán az Úr meg megállította, vagy mi van? De azért imádkozott érte, és van, aki csak úgy szóvá tette, hogy hát, na, nem fogja tudni betölteni ezt a szolgálatot, és nem is imádkozott érte, igaz? Sokféleképpen le lehet reagálni ezt az eseményt, de aztán Isten könyörült rajta, és egy nappal a tábor előtt kiengedték a kórházból, és beült felpóckolt lábbal a konyhába, és levezényelte az egyheti tábort szépen, békességgel. Sőt, azért a trombózis olyan, hogy azért kell, hogy mozogjon, úgyhogy jött-ment azért, de jóval kevesebbet tudott vállalni, de nagyon nagy békességgel levezényelt egy heti konyhát, úgyhogy azért Isten éppen akkor könyörült rajta, amikor kellett, hogy ott tudott lenni a táborba.
De ez még mind semmi, mert megtetézte az Úr még egy másik dologgal azt, hogy mennyire ott volt a helye. Ugyanis szoktak jégkrémesek jönni, hozzák a jégkrémet, és akkor a tábor is szokott venni a gyerekeknek. És jött is a jégkrémes, egy kicsit ilyen mogorva, durcás emberke volt, aki éppen hozta, és akkor ott várt az, a pénzére, megkínálták, hogy kávét, vagy süteményt, akkor nem kérek semmit. Egyszer csak váratlanul odafordul a főszakácshoz, adjon nekem egy új életet. Ilyet azért nem hallunk úgy minden nap, igaz? Hogy adjon nekem egy új életet. Hány másodpercünk van arra, hogy erre reagáljunk? Ha valaki ezt mondja neked, adjál nekem egy új életet. Hány másodperced van arra, hogy reagálj erre valamit? Úgy körülbelül. Mondjuk 2, 5, max. 10. Igaz, a 10 másodperc az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ez nagyon sok idő. Ennyi nem volt ennek az embernek, mert ez egy üzletkötő, ő rohan. Max 5 másodperc. 5 másodperc, készen vagy nem vagy kész arra, hogy a másiknak táplálékot adj. Nincs több, nem volt több idő arra, hogy... És érdekes volt, hogy körülbelül volt 1, max. 2 perc, amennyit hajlandó volt hallgatni ez az ember, meg várakozni. Egy percben mondd el az evangéliumot kapásból. Amikor érdekes volt, amikor államvizsgáztam az egyetemen, általában minden évfolyamon úgy volt, hogy kihúzta az ember a tételeket 3 tantárgyból, legalábbis nálunk úgy volt, és akkor volt a felkészülési idő, igaz, szépen kidolgoztad, és akkor na, mondjad. Na most a tankörtársaim azok kihúzták a gyufát a tanároknál, mert egymásról másolták a feladatokat, és akkor bekeményítettek, azt mondták, ha ti így, akkor mi úgy, akkor államvizsgán nincs felkészülési idő. Én nem is tudom, hogy volt-e ilyen valamikor is. Kihúzod a tételt, mondjad. Van 5 másodperced összeszedni a gondolataidat. Hát ez gyilkos volt egyébként. De valami ilyesmi az, amikor elindulunk egy napnak, imádkozunk, csendességet tartunk, számolunk-e azzal, hogy van 5 másodpercet, vagy 1 vagy 2 percben elmond az evangéliumot. Készülünk-e erre? Van-e bennünk egy ilyenfajta késztetés, hogy ha megszólítanak, nincs több idő. Az emberek így vannak összerakva, gyors kaja, gyors üzenet, gyors információ. Mondja gyorsan, miről szól az evangélium? Bocs, nincs időm rád. Nem? Jó, ha felkészülünk? Én azt gondolom, hogy nagyon hasznos, hogyha akarjuk ezt tenni, ha akarunk bizonyságot tenni, ha akarunk valóságos táplálékot adni az embereknek, van, amikor Isten kegyelmet ad, és mondhatod egy óráig. De az nagyon ritka. Az nagyon ritka. Kapsz 2 percet, vagy 1-et. Mondd el, mit jelent neked Isten? 1 percben elmondta. Mert kész volt a szíve, mert tele volt azzal a hálával, hogy Isten könyörült rajta, és hogy itt lehet és szolgálhat. Tele volt bizonyságokkal a héten, és aztán jött a jégkrémes, és akkor adjál nekem új életet. Azt mondja, én nem tudok adni neked új életet, de tudok valakit, aki tud adni neked.
Van két halunk, meg öt árpa kenyerünk, igaz? Nincs több. Nincs több, soha nincs több. Ennyi van. Uram, ezt oda teszem. Te megszaporíts meg, ahogy tudod. Az, amink van, az soha nem elég. Senkinek nem elég. Isten tudja azt megszaporítani. Isten tud olyat adni azokból a szavakból. Észre se veszem, hogy mást megelégít egy mondat. Csak ő belé akadt, mint egy horog, és viszi magával. És ez Isten kegyelme, hogy ő beleteszi az ő szent lelkét egy mondatba, és az elég a másiknak. És jó dolog, ha sokszor nem látjuk, mert még elszállnánk magunktól, de Istennek van kegyelme arra is, hogy éppen ezek által még inkább készítesz arra, hogy szolgáljunk neki, hogy megláttat egy kicsit abból, hogy hogyan tud használni minket. De kell egy készség. Kell az, hogy Isten megtöltsön mennyei tűzzel. Kell az, hogy ne koldusok legyünk, hívő koldusok, akik napról napra összekoldulja, amivel talán tovább éli azt az egy napot. Mert sokan 10 éveket leélnek úgy, hogy hívő koldusként csak a holnapot éljem túl. Kicsit olyan Ézsau lelkülettel, hogy halni jár belém a lélek. Minek nekem az az első szülöttség? Isten sokkal többet akar adni, mint hogy hívő koldusok legyünk. És óriási dolog, amikor így oda tesz egy lehetőséget. Adj nekem egy új életet. Adj nekem egy új életet. Én nem tudok adni, de van, aki tud adni. Van, aki tud adni. Én is kaptam. Te is kaphatsz. Milyen szomorú, ha mi ennek az egésznek csak szemlélői maradunk. Te a szemeiddel meg fogod látni, de nem eszel belőle. Nagyon, ez felér egy átokkal, ha nekem ez a rész jut. Látom, de nem eszek belőle. Látom, de nem vagyok része Isten munkájának. Látom, de üres marad a szívem. Látom Isten csodáit, vagy talán észre se veszem. Nagy kiváltság, ha Isten láttat valamit velünk, de több kéretik számon. Ha Isten ad megtapasztalásokat, ha ad jelzéseket, hogy ott vagyok a hétköznapjaidban, akkor ne menj el közömbösen, mert nagyobb a felelősséged. Azt kívánom a testvéreknek, hogy egyrészt az az ige legyen a miénk, hogy ettek és jól laktak, mert Isten lakatott jól, és tegyük oda azt a keveset, azt a 5 kenyeret, 2 halat. Uram, ennyi van, de ezt adom szívesen. És kérlek, szaporíts meg. Kérlek, tedd eléggé, elégségessé annak az embernek. És tegyél készé arra, hogy szeretném, ha én táplálékán lehetnék más emberek számára. Ha eszköz lehetnék, nem akarok kimaradni a te munkádból. Nem akarok csak szemlélő lenni. Legyen ez az igényesség bennünk, hogy Uram, legyen része az életemnek. Amen.